Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Átlagfogyasztásig él a kedvezmény, augusztus 1-én lép életbe a módosítás. Bőségesen van hazai sárga barack, nem drágult jelentős mértékben az édes gyümölcs. Útlezárások a verseny ideje alatt 48. alkalommal rendezik meg a hétvégén a Gemenc nagydíjat. Egészségnap Bátaszéken a szűrővizsgálatok fontosságát hangsúlyozták a szakértők. Az energiaválság miatt Magyarország kormánya korlátozza, hogy ki részesülhet a rezsicsökkentés nyújtotta kedvezményekben. Augusztus 1-től csak a lakossági átlagfogyasztókra vonatkozik az engedmény, vagyis havi 210 kWh villany és 144 köbméter gázfogyasztásig. E fölött mindenkinek piaci áron kell kifizetnie a felhasznált áramot és gázt. Energiaveszélyhelyzetet hirdetett a kormány Magyarországon, és a családok védelme érdekében 7 pontból álló intézkedési tervet fogadott el. Ennek értelmében augusztus 1-től csak a lakossági átlagfogyasztás mértékeig biztosítják a rezsicsökkentéssel limitált gáz- és áramárat. Ez a villany tekintetében 210 kWh-t, míg a gáznál 144 köbmétert jelent havonta. Stábunk a járókelőket kérdezte meg, hogyan érinti őket ez a bejelentés. Érzékenyen, igen. Főleg a gázos része. Nagyon nem esik jól, senkinek nem esik jól. Hát én nyugdíjas vagyok, én azt gondolom, hogy én beleessem abba, ami még támogatott. Úgyhogy az enyémet nem hiszem, hogy megemeli, de hát még nem jártam utána, de utána fogok járni. Volt olyan is, aki már utána nézett, és biztos benne, hogy az ő életébe ez nem hoz változást. Tehát én az átlagfogyasztás alatt vagyok, úgyhogy engem nem érint. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai kormányinfón úgy fogalmazott, az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók miatt Európa egészében drasztikusan emelkednek az energiaárak, és az elmúlt napokban az is világossá vált, hogy nagy valószínűséggel a jelenlegi állás szerint Európában nem lesz elég gáz az őszi és téli fűtési szezonra. Össze kell fognunk, és azt is világossá kell tennünk, hogy aki az átlag felett fogyaszt, azt arra kell kérnünk, hogy mérsékelje a fogyasztást, vagy pedig fizesse meg a piaci árat, annak érdekében, hogy a rezsicsökkentés fenntartható legyen, és az országnak legyen elég energiája télen. Ma a gáztározók töltöttsége 44%-os, ez a mennyiség körülbelül 3 hónapig biztosítja az ország teljes gázellátását. A cél az, hogy a lehető legtöbb gáz álljon rendelkezésre. A háborúk korába lépett az európai történelem, most harcolni kell mindenért, amit eddig természetesnek vettünk, mondta a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában. Orbán Viktor arról beszélt, az orosz-ukrán háború nem csak a frontokon folyik, hanem a világgazdaságban is, de legalábbis az európai gazdaságban, és ennek része az energiaárak emelése. A kormányfő azt is hozzátette, minden előrejelzés szerint a szankciós politika és a háború együttes hatása miatt az európai gazdaság recesszióba lép. Szinte ugyanolyan árban kapható idén a sárga barack, mint tavaly, ahol ugyanis nem verte el azt a jég, bőséges lett a termés. A piacokon mostanra már csak szinte kizárólag hazai árut találni. Kapós a piacokon a sárga barack idén. Nem véletlenül azon kevés gyümölcs közé tartozik ugyanis, aminek nem emelkedett jelentős mértékben az ára tavalyhoz képest. Én itt szoktam venni, és nagyon szép az áruja, és meg aránylag az ár is jó. Sárga barackból idén bőséges a termés idehaza, ezért nem drágult olyan sokat, mint a többi kerti élelmiszernövény. A szekszárdi piacon már 400 forintért is kapni 1 kilót. Bátaszéken jégeső volt május 25-én a névnapomon, úgyhogy az egy kicsit megpecsételte itt az árut. Ezért én olcsóbban adom általában, mint most a többiek, de azért úgy viszegetik. Az első osztályú gyümölcsért azért még így is van, aki elkér 850 forintot, de a legtöbben 5-600 forintért adják kilóját. A piacokon mostanra a kereskedők már csak hazai termesztésű árut kínálnak. Van magyar varslói dinnyénk, van nektarin barackunk, per, ami a lényeg. Szakértők szerint a gyümölcsök és zöldségek drágulása egyébként biztosan nem áll meg. Egy újabb jelentős áremelkedésre ősszel kell majd felkészülni. Megkezdték a határvadászok toborzását, a rendőrség honlapján már elérhető a pályázati anyag.
Tarcsa Csaba, műveleti országos rendőrfőkapitány helyettes, a készenléti rendőrség parancsnoka arról beszélt, a készenléti rendőrségen önálló határvadász ezred jön létre, amely Bács-Kiskun megyében 14, Csongrád-Csanádban 6, Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyében pedig egy-egy századból áll majd. Posgai Zsolt, személyügyi országos rendőrfőkapitány helyettes arról beszélt, hogy az első körben 2200 alkalmas jelentkezővel kötnek 3 éves szerződést. Reményét fejezte ki, hogy sokan jelentkeznek majd határvadásznak, mivel, mint mondta, a munkaerőpiachoz viszonyítva jó kondíciókkal tudnak állást kínálni. Tolna megye több útszakaszán is lezárásokra kell számítani szombaton és vasárnap a 48. Aliszka-Baugemenc nagydíj futamai alatt. A nemzetközi kerékpárverseny idei programjaira számos külföldi versenyző is érkezik. 180 profi versenyző, 30 csapat, 20 különböző országból, Új-Zélandtól Kuwaiton át egészen Amerikáig. Szombaton délután 1 óra 55 perckor Paksról a Gesztenyés utcából rajtol el a 48. Aliszka-Baugemenci nagydíj. A versenyzők előbb az atomerőműhöz tekernek, majd a városon belül egy sprint szakasz következik. Ezt követően Kölesden, Medinál, Szedresen, Julia Majoron, Tengelicen, majd harcon áthaladva térnek vissza Paksra 3 kör erejéig is. Amikor a versenyzők ezeken az útszakaszokon áthaladnak, amely érinti a 6-os számú főutat is, akkor ideiglenesen teljes útlezárásra számíthatnak az arra közlekedők. Mindegyik napon kérjük minden járművezető türelmét, hogy a közlekedés ne okozzon fennakadást és ne legyen baleset. A befutó szekszádon a Béla Király térrel lesz várhatóan délután 17:30. Vasárnap szintén a Béla Király térről indul a verseny, akkor a sárközön haladnak át a kerékpárosok, majd Szálkán keresztül Kismórágyon át tekernek. Ekkor is 3 kört tesznek meg, végül a befutó ugyanott lesz, ahol a rajt is volt, a Tolnai megyeszékhely központjában. Ez a verseny körülbelül 128 kilométeres szakaszt jelent, és erre is ugyanaz vonatkozik, mint a szombati napra, hogy akkor, amikor a versenyzők az útszakaszokon elhaladnak, akkor ideiglenesen teljes szélességében le fogják zárni az utat. A Gemenci nagydíj háztömb körüli szakasza vasárnap este 3:48-tól indul Szekszárd belvárosában. A koronavírus járvány, illetve Oroszország-Ukrajna elleni háborúja is negatív hatással van az Európai Unió gazdaságára, amely a tavaszi előrejelzéshez képest alacsonyabb növekedési pályán mozog, közölte az Európai Bizottság a csütörtökön közzétett nyári időközi gazdasági előrejelzésében, amely szerint magasabb lesz az infláció is a korábban vártnál. Az EU gazdasága 2022-ben várhatóan 2,7%-kal, 23-ban pedig 1,5%-kal fog növekedni. Az éves átlagos infláció az előrejelzések szerint 22-ben történelmi csúcson tetőzik majd 7,6%-on, az euróövezetben és 8,3%-on az EU egészében, majd 2023-ban 4%-ra, illetve 4,6%-ra mérséklődik, közölték. Az orosz invázió továbbra is növeli az energia és élelmiszer nyersanyagok árát, ami világszerte fokozza az inflációs nyomást és rontja a háztartások vásárló erejét. Július 15-én elkezdődött a bíróságok ítélkezési szünete, a leállás augusztus 20-áig tart hivatalosan, de az első tárgyalásokat csak 2 nappal később tartják meg idehaza. Július 15-e a bíróságok napja idehaza. Hagyományosan ekkor kezdődik a valamivel több mint egy hónapon át tartó nyári ítélkezési szünet az egész országban, így Tolna megyében is. Ez nem újszerű dolog, hosszú évek óta működik már így a rendszer. Ebben az ítélkezési szüneti időszakban a bíróságok nem tartanak rendes tárgyalásokat, csak a soron kívüli és a fontos intézkedést igénylő sürgős eljárási események történnek meg. A régi nevükön panasznapokat, vagy ahogy mostanában hívják, ügyfélsegítő napokat ebben az időszakban csak a szekszárdi járásbíróságon tartják meg. A bíróságok csak a soron kívüli és sürgős eljárási eseményeket végzik. Ez az ítélkezési szünet azonban a polgári eljárásokban a határidőket nem érinti, tehát a határidők továbbra is ketyegnek, az ugyanúgy mindenkire vonatkozik, csak a tárgyalások szünetelnek ezen idő alatt. A nyári ítélkezési szünet idén augusztus 20-áig tart. Az Európai Unió Környezetvédelmi Tanácsa elfogadta, hogy 2035-től nem szükséges kivezetni a belső égésű motorokat, amennyiben lehetőség lesz karbonsemleges üzemanyag használatára, mondta a technológiai és ipari miniszter pénteken.
Palkovics László kifejtette, a karbonsemleges, köztük a szintetikus üzemanyag használata komoly eredményt jelent. Ennek köszönhetően sikerül megvédeni a belső égésű motorokat, amelyre a magyar és a német autóipar épül. Hozzátette, az autóipar éves kibocsátása megfelel a GDP 25%-ának. Az iparág jövőjére többfajta megoldás létezik, ami ugyanazt a feltételrendszert teljesíti. A környezetet kisebb mértékben terhelő vagy egyáltalán nem terhelő, biztonságos, az elérhető funkciókat tartalmazó autók gyártását jelenti. Számláló biztosokat keresnek Szekszárdon. A megyei jogú várospolgármesteri hivatala várja a jelentkezéseket a 2022 őszén, októberben és novemberben lebonyolítandó országos népszámláláshoz. Jelentkezni 2022. július 29-éig lehet a szekszard.hu honlapról letölthető jelentkezési lap és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével és beküldésével. A számlálóbiztosok kiválasztása a jegyző, mint helyi népszámlálási felelős feladata lesz. Elektronikus oktatási rendszerben készítik fel a kiválasztott tagokat, akik vizsgát tesznek a tanultakból. A számlálóbiztosok díjazásban részesülnek. Egészségnapot tartottak Bátaszéken, ahol a szűrővizsgálatok mellett felvilágosítást kaphattak a résztvevők az egészséges életmódról. A nőgyógyászati vizsgálatok a vércukor, testösszetétel és szénmonoxid mérés mellett a megjelentek az elért eredmények átbeszélésén kívül tanácsadásban is részesültek. Illesz a szájához és fújja kifele. Fúj, amennyi a tüdőben van minden. Éppen egy szénmonoxid mérés folyik. Ezen is részt vehettek azok, akik ellátogattak a Bátaszéki Egészségnap alkalmával megrendezett szűrővizsgálatokra. A vérnyomásmérés mellett az izom és testzsír összetételét, illetve a vércukor szintjét is megtudhatta bárki. Glidné Tilman Erzsébet, a szekszárdi Balassa János kórházban működő egészségfejlesztési iroda vezetője elmondta, a 2018-ban létrehozott intézmény számos programmal próbálja népszerűsíteni a megfelelő életvitel fontosságát. Megmérjük a vérnyomást, megmérjük a vércukrot, és hogyha ott emelkedettebb, magasabb értéket találunk, akkor azt mindenképpen megbeszéljük a hozzánk betérőkkel, és hát házi orvoshoz vagy szakorvoshoz irányítjuk. A másik közkedvelt vizsgálat, most főleg a Covid óta, ez a véroxigén mérés, úgyhogy ezt is meg szoktuk mérni. Ez különösen azoknak érdekes, akik dohányosok. De akik dohányosok, őnekik szénmonoxid mérést is tudunk végezni. A magas vérnyomás mellett szintén népbetegségnek számít az elhízás is. A testösszetételmérésből kiderül, hogy a testzsír és a zsigeri zsír milyen százalékban van jelen a szervezetben, és mik lehetnek azok a lépések, amik segítenek az értékek megváltoztatásában. Elég sok helyen voltunk most, akár a településeken, de falunapokra is megyünk hétvégente, és ott is azért olyan 30-an, 40-en, 50-en azért meglátogatnak bennünket, és szokták kérni ezeket a méréseket, és nagyon, akik minket meglátogatnak, nagyon hasznosnak érzik. És sajnos azt is el kell mondanom, hogy bizony vannak fiatal emberek, akiknél én magam is a múlt alkalommal, nem mondom melyik településen voltunk falunapon, 180-as vérnyomást mértem. Hát azért az nagyon magas, és ő nem tudott a magas vérnyomásáról. A magas vérnyomás tünetmentes is lehet egy ideig, ezért csendes gyilkosnak nevezik. Rendszeres szűrővizsgálatokkal azonban mint számos probléma, ez is időben felismerhető és kezelhető. Regionális hírekkel folytatjuk a híradót. Önálló beavatkozói tevékenységet folytathatnak, beiktatták a palkonyai önkéntes tűzoltókat. Diagnosztika fertőzések hatásai, az immun és hormonális betegségek kutatására kaptak 1 milliárdot Pécsen. Népszerűek a balatoni kilátók, nyaranta több ezren látogatnak el a létesítményekhez. Megkezdheti önálló beavatkozói tevékenységét a Szent Flórián önkéntes és ifjúsági tűzoltó egyesület. A palkonyi lánglovagok mostantól bizonyos műszaki mentések, illetve tűzesetek során önállóan vonulhatnak. Az egyesület emellett egy építkezési telket kapott ajándékba, valamint folyamatos anyagi támogatásról biztosították a tagokat. Különleges alkalomból gyűltek össze a tűzoltók Palkonyán. A településen működő Szent Flórián önkéntes és ifjúsági tűzoltó egyesület ugyanis megkezdheti önálló beavatkozói tevékenységét. 5 évvel ezelőtt még nem erre gondoltunk. 10 fővel, ugye jogszabályi háttérre megfelelően elkezdtünk valamit. Hála Istennek a támogatással, a ti lelkesedésetekkel eljutottunk idáig,
nem kis és nem kevés szabadidő feláldozással. Az önkéntesek ezután, ha lehet, még nagyobb elkötelezettséggel végzik munkájukat. A tagok mostantól bizonyos műszaki mentések és tűzesetek során önállóan is menthetnek. A vállalat készenléti időben riaszthatók Pécs-Kelet, Kozár-Misleny, Pécs-Udvard, valamint Nagykozár, Egerág, Kisherend és Szemely területére. Ehhez pedig komoly feltételeknek kell teljesülniük, mondta az ünnepségen Fülep Zoltán. Magasabb szintű képzettségnek kell megfelelni. Mindig biztosítani kell a készenléti időben azt a létszámot, ami elegendő, annak a technikai eszköznek, felszerelésnek, gépjárműnek meg kell lennie, amivel ki tudnak vonulni és a feladataikat el tudják végezni. De talán én kiemelnék egy olyan dolgot, ami nem kézzel fogható, ez pedig a felelősségvállalás. A beiktatás alkalmából a Baranya megyei önkormányzat elnöke is köszöntötte a tagokat. Őri László elmondta, hogy háromszorosan is ünnepi pillanat ez, hiszen ünnepel a tűzoltók nagy közössége, a civil szektor és a megye lakossága is. Az öte így nagyobb biztonságot is garantál Baranyában. Teszik mindezt a szabadidejükben, hiszen önök mindannyian a munkájuk mellett a családjuk rovására, ha lehet így fogalmazni, a szabadidejükből önkéntesként vállalják azt, hogy előre meghatározott rend szerint teljesítenek szolgálatot. Az egyesület számára egyébként fontos az utánpótlás is. Jelenleg 18 fő ifjúsági tagja van az ötének, akik közül akár a jövő tűzoltói is kikerülhetnek hamarosan. Az ünnepi hangulatot emelve helyi vállalkozók felajánlottak egy építési telket az egyesület számára, ahol új tűzoltószertárat építenek, valamint folyamatos anyagi támogatásról biztosították a tagokat. Közel 1 milliárd forint támogatást nyert az immun- és endokrin rendszer betegségeinek kutatására a Pécsi Egyetem Immunológiai és Biotechnológiai Intézete. A fejlett országokban a harmadik leggyakoribb betegségcsoport az immun- és hormonális rendszert érintő kóros folyamatok. Ezek gyorsabb és pontosabb diagnosztizálását szeretnék elérni a pécsi kutatók. Vizsgálják az autoimmun reakciók és a fertőzések közötti kapcsolatokat is, hiszen mint bebizonyosodott, a koronavírusra adott immunválasz nem kívánt folyamatokat indíthat el testünkben. Dolgoznak a laboratóriumban az Egyetem Immunológiai és Biotechnológiai Intézetében Pécsett. Olyan diagnosztikai módszer megalkotását szeretnék, amellyel idejében felfedezhetik az immun- és endokrin rendszer betegségeit. Az immunrendszer és az endokrin rendszernek a betegségei általában fiatalkorban kezdődő kórképeket okoznak, és krónikus, egyre romló lefolyású betegséget okoznak, amik folyamatos kezelést igényelnek. És emiatt fontos az, hogy időben kerüljenek felismerésre, hogy ne okozzanak végleges egészségromlást és munkaképesség csökkenést. A kutatásokra 990 millió forint támogatás összeget kaptak. Próbálunk olyan molekulákra bukkanni, amik korán jelzik a betegségnek a kialakulását, illetve a betegség romlására és az állapotra adnak információt, és laboratóriumban mérhető molekulák vagy sejtes markerek. Ez az egyik része a kutatásnak, a másik része, hogy ezekkel az eredményekkel esetleg terápiás célpontokat is felfedezhetünk. Az immunrendszer és az endokrin, vagyis a hormonális rendszer nagyon szoros együttműködésben a szervezet egyensúlyát biztosítja, mondja a professzorasszony. Az immunrendszer aktiválása azonban károsíthatja a saját szerveket is, aminek elindítója egy fertőzés is lehet. Ezt tapasztalták a kutatók a koronavírus esetében is. Például a pajzsmirigy betegség sokkal gyakoribb lett, például most a koronavírus fertőzés kapcsán, mert a koronavírus fertőzés hatására a vírus elleni ellenanyagok olyan ellenanyagok csoportját is eredményezi, amik keresztreagálnak a pajzsmirigy szövettel, és ezek károsítják a pajzsmirigy működését. De egyéb úgynevezett szisztémás autoimmun betegségek, mint a foszfolipid szindróma is gyakoribb lett, például a koronavírus fertőzés óta. A foszfolipid szindróma esetében az immunrendszer hibás működése a véralvadási rendszer foszfolipidjei, illetve foszfolipidjeihez kapcsolódó fehérjei ellen termel antitesteket. Ez a folyamat pedig fokozott véralvadáshoz vezet. Éppen ezért a pécsi kutatók további célja, hogy bizonyos fertőzések és az autoimmun betegségek között összefüggéseket találjanak, így segítve kideríteni a betegségek mögött álló okokat.
Dr. Berki Téme azt mondja, kiderült például, hogy több idegrendszeri kórkép mögött, amiknek korábban nem tudták az okát, immunológiai eredetű tényezők állnak. A kutatók 2021-ben nyerték el a közel 1 milliárdos támogatást, ami 4 év munkáját fedezi az immunológiai és hormonális betegségek diagnosztizálásában. Egyébként ez a betegségcsoport a 3. leggyakoribb a fejlett országokban. Népszerűek a balatoni kilátók, nyaranta több ezren látogatnak el a siófoki víztoronyhoz, vagy éppen a Balaton-Boglári gömbkilátóhoz. A szakértők szerint ma már nem csak a strandolás, hanem a helyi érdekességek, látványosságok miatt is sokan érkeznek a Balatonhoz. A balatoni panorámában gyönyörködnek a siófoki víztoronyhoz látogatók. Vannak, akik minden évben visszajárnak ide, de ez a család most először jár a város jelképének számító kilátóban. Nagyon szép a táj, évente járunk le, úgyhogy nekünk nem ismeretlen a környék. De itt most vagyunk először. A város jelképének számító épület idén ünnepli fennállásának 110. évfordulóját. A víztorony egy több funkciós épület, amely jelen állapotában nyilván több felújításon és történelmi eseményen átesett. 1912-ben épült, és nyilván elsődleges funkciója a város lakosságának vízellátása volt. Ez az egyik legérdekesebb része a víztoronynak, hiszen nagyon lassan, ahogy itt ülünk a székeken, forog körbe-körbe ez a legfelső szint, és igazán érdekes körpanorámát ad a városról, a Balatonról és mindenről, ami szép ezen a helyen. Nem csoda, hogy a turisták körében is az egyik kedvenc. Jó, mert be lehet látni mindent, örülünk neki, hogy ilyen látnivalók is vannak itt Magyarországon. Nem kell több száz kilométert utazni az ember, hogy egy kicsit kikapcsolódjon. Ez pedig már a Balaton-Boglári gömbkilátó, amelyhez szintén több százezren látogatnak el évente. A különleges esti megvilágítás még érdekesebbé teszi az ide látogatók számára. A panoráma az első szempontunk, a második pedig, amikor a világítást terveztük, ugye az nem csak a tájékozódásra, hanem amikor este a naplemente után még nyitva vagyunk, akkor egy plusz tudjunk adni, ugye a világításon, a városi világításon kívül ezt a gömbkilátót 9-től 11 óráig felszereltük egy ilyen ledes, többféle programmal, fűszerezett világítással, és azt gondoljuk, hogy ezzel még tudunk turistát vonzani hozzánk. A balatoni naplemente miatt is sokan látogatnak el az esti órákban a kilátóhoz. Nagyon tetszik nekünk, mert másodszor vagyunk itt. Így most jöttünk fel először így a sötétedés után. Várjuk mi is a fényeket. A megkérdezett családok azonban nem csak a kilátókhoz látogatnak el nyaralásuk idején, hanem felkeresik a környező települések egyéb nevezetességeit is. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Átlagfogyasztásig él a kedvezmény, augusztus 1-én lép életbe a módosítás. Bőségesen van hazai sárga barack, nem drágult jelentős mértékben az édes gyümölcs. Útlezárások a verseny ideje alatt 48. alkalommal rendezik meg a hétvégén a Gemenc nagydíjat. Egészségnap Bátaszéken a szűrővizsgálatok fontosságát hangsúlyozták a szakértők. Szombat délelőtt nyugodt, eseménytelen napos idő lesz, gyenge légmozgással. Délután egy újabb hidegfront érkezik. Hatására ismét megerősödik az északnyugati szél, és elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Vasárnap és hétfőn még kissé élénk északnyugati szél fúj, nagyrészt napos, néha mérsékelten felhős, kellemes, meleg időre számíthatunk. Hétfőn már ismét országszerte mérsékelt kánikula lesz jellemző, csapadék nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!